Sziasztok! Hanyihistók beltéri akvaponiás rendszerét látjátok ebben a videóban. Itt van az első hozzávaló, az agyaggranulátum. Ezt az eBay-en vásároltam, 2-10 literes kiszerelésben, így néz ki közelebbről. Könnyűnek tűnik, de valószínűleg nagyobb mennyiségben ez is elég jelentős, de súly lesz. Szóval így néz ki, kis kráteres, nagy felületű, szivacsos jellegű felépítésű. A második hozzávaló az aranyhal. 3 volt a kezdőszám, aztán 9 lett, most 6 működteti a rendszert, íme az összeállított rendszer, egy akvárium, egy ágyás az agyaggranulátummal feltöltve, benne egy harangszifon, a cső az a vízpumpától jön, ami itt ül ebben a dézsában az akvárium, és a mellette lévő vízszint kiegyenlítő szerkezet látjátok. Ez itt a harangszifon, ez maga a harang, amit felemelek, és ott van benne a túlfolyó tulajdonképpen, ami gondoskodik a lefolyásról és a vákumos vízkiszívásról. Az ágyásból szívja ki a vizet, ez egy saláta volt ott, ez maga megint a jól ismert agyaggranulátum. Nagyon jól tartja a vizet, csak a felső réteg szárad ki. Itt van a vízszint kiegyenlítő szerkezet, amit majd később elmagyarázok, ha érdekel. Ami kiszívja az akváriumból az adott vízszint fölötti vizet. Ezen az úszifonon keresztül, U-alakú szifonon keresztül. Ez pedig a harangszifonnak a lefolyója, ami egyenesen belemegy az akváriumba. Ez pedig az időzítő kapcsoló, ami 40 perc alatt tesz meg egy teljes fordulatot, minden egyes pöcök körülbelül 50 másodpercet jelent, tehát 40 perc alatt 3 percig üzemelteti a pumpát 3-szor. Ez kb. 12 perces periódusokat jelent. Tehát íme működőképesen a rendszer működés közben. Mint látjuk, most indult el a pumpa, elkezdi tölteni a vizet az ágyásba. Szépen lassan fog emelkedni a vízszint. A pumpa, amit használok, az egy kb. 600 liter óránkénti kapacitású pumpa, ami elég erősnek számít, de mivel az időzítővel tudom állítani a pumpát, emiatt tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen a kapacitása. Ami ennél a rendszernél fontos volt, ez az ágyás és a pumpa közötti távolság, vagy magasság, különbség. Mert a kisebb pumpák nem tudták felnyomni a vizet egészen az ágyásba, úgyhogy maradtam ennél a nagyobb, erőteljesebb pumpánál. Amit még láttok, ez a saláta az előtérben. És két uborka csíra még csak. Mindegyik különböző keltetőkből származik, nem ebben a rendszerben indultak. Körülbelül 40 liter víz van a rendszerben, fele-fele az akváriumban és az ülepítő dézsában. Csapvizet használtunk, csak ki kellett párologtatni belőle a klort, és ahogy most olvasgatok, a halak elég érzékenyek mindenféle változásra a vízben, hőmérséklet, pH, mindenféle egyéb összetevők, úgyhogy arra érdemes odafigyelni,
nem is igazán az értékekre, hanem az azok állandóságára. Ja. Nézzük, hol tart a feltöltés. Látjátok, ott már csillog a víz, tehát már majdnem felért a vízszint a tetejére. És mindjárt leszívja a vákum, ami a harangban alakul ki. Most indul el a leszívás, nagyon gyorsan lemegy. És hogy látni fogjátok, itt nevezető csövön, mint egy teljesen kinyitott csap ömlik a víz lefelé, addig a vízszintig, ami a vízszint szabályozó szerkezetben megvan adva, annak a lefolyócső magasságában. Úgyhogy szépen kering a víz körbe-körbe, a pumpa 12 percenként feltölti az ágyást, a harang leszívja azt, itt pedig visszafolyik minden a dézsába. Így megy körbe a víz. Ez pedig itt a víztesztelő készlet, ami pH-t, ammóniát, nitritet és nitrátot tud mérni. Ezek voltak az első heti mérések, ahol ezek az első heti mérések, ahol az a pH 7,6 volt, az ammónia 0,25, a nitrit és nitrát szint pedig 0. Köszi, hogy néztetek. Sziasztok!